Szeretettel köszöntök mindnyájatokat, a kedves vendégeket, és a meghívott kedves vendégemet, Kis Júli Annát Erdélyből. Kedves Júli Anna, szeretettel köszöntelek, és megkérlek téged, hogy pár mondatban légy olyan kedves, mutatkozz be. Szép estét kívánok mindenkinek! Én Romániából vagyok, Kis Juliana, Erdőszentgyörgyő. Természetgyógyászattal foglalkozok, gyógymasszázssal. Ennek többféle ága van nekem, most itt minden egybeolvadott, a természetgyógyászat, a gyógymasszázs, a betegek, kliensek, mindent kedvelek. Amit egyúttal végzek, én mindent szeretek, és jó kedvel végzek, szeretem. Julika, és hadd kérdezem meg tőled, mióta foglalkozol vele? Tehát volt-e az életedben esetleg egy olyan stádium, amikor az egészségedben esetleg gond volt, és azért gondoltad, hogy fordulsz a gyógynövényekre, vagy mi indítatott téged erre? Erre volt is eset, hogy persze egészségi állapotom volt, de nekem ez a természetgyógyászat örök sok már. Egész kicsi korom óta, 13-14 éves korom óta megismertem a gyógynövényt. Hogy nekem, ami bevalósult, az egészségügyi állapotom nagyon megromlott, a második két gyerekes családanya vagyok, második szülés után nagyon megromlott az egészségi állapotom, és én ráfordultam teljesen át a természetgyógyászatra. Gyógynövényeket gyűjtöttem, ez nekem kemény 17 éven beáll. Ennyire jutottam, hogy igenis tényleg kedvelnek, kérik a tejákat, én szedem saját magam, gyűjtöm a fiam segítségével, még van barátnőm is, aki segít, és nagyon jó, a betegektől jó visszajelzéseket kapok, úgyhogy mindenféle betegségre összeállítom a tejákat, meg tinturákat készítek, urogatást is, ugye masszázsokat használok többféle tejákat, a kérgeket, de több minden. Szeretném tőled megkérdezni, hogy kitől tanultad, vagy éppenséggel tanfolyamot végeztél, és úgy tettél ezekre szert, pedig tapasztalatból. A gyógynövényekről nem végeztem tanfolyamot, hanem ezt én édesapukámtól tanultam, aki mondhatom, hogy 20 éven keresztül is gyűjtött a gyógynövényeket, ezzel foglalkozott. A igen, gyógynövény... és ez én megragadtam. Igen. Én megragadtam, nekem nem kellett tanítsák, hogy ez meg mi. Mikor én elmentem apukámmal, megláttam ezt a gyógynövényt, hogy azt meg én akkor megjegyeztem, igenis az minek jó. És persze mi is gyerekkorunkban használtuk, főztük, keményen használtuk. És végül is akkor saját tapasztalat alapján is van az, hogy mely gyógynövény mire jó. Nem csak az édesapádtól tanultad ezeket a dolgokat, hanem a saját egészségedre is, ugye? Tehát végül is azokra használtad elsősorban. Hát én mondhatom, hol magdikám, hogy a saját egészségedből a szőlőmagörlemény az nagyon bevált, mint a teák mellett. Az egy csoda, ez egy csoda gyógyító, az életpálya. Diófalevél, ide több mindent lehetne besorolni, ami tényleg nagyon jó a egészségünknek, antioxidáns gyógynövények, termékek. Nekem az életem megváltozott. Én mondhatom, hogy magokat fogyasztok legtöbbet, szezámmag, dió, szőlőmagörlemény, mák, még ide többet fel lehetne sorolni. Ez a mindennapi étrendemből nem hiányzik. De a családomnak. És nagyon sokan is. Kérem. Kérdezem meg tőled azt, hogy végül is az, amikor elkezdted fogyasztani te a termékeket, vagy illetve a gyógynövényeket, vagy saját magatoknak már készítettél el különböző főzeteket, vagy éppenséggel különböző teákat, és ezáltal mondtad, ajánlottad másoknak is, vagy pedig téged különböző egészségügyi problémákkal kerestek meg az emberek. Hát engem különböző egészségügyi problémákkal kerestek meg az emberek, és össze is állítom neki. Mert ez úgy vannak a tejákkal is, gondosan kell, hogy gondosan kell kezelni őket, mert minden tejának megvan egy maga a tulajdonsága, mennyi időt használod, hány napig, meg a főzetet, mennyi víz legyen, meg mennyi teját kell adagolni, és én ezt ajánlom mindenkinek, hogy a tejavíznek én mindig felfőzöm a vizet, lehűtöm, és úgy teszem újból teját főzni, és ugyanígy ételeknek is. Én feltétlenítem a vizet.
Köszönöm szépen. Na most annyit a vendégekhez hagyd mondjak el, hogy itt a Cseppfalon bármit lehet Julikától kérdezni egy aktuális betegségről, egészségi problémáról, és ő válaszolni fog nektek, mert figyelem majd a Cseppfalat. Jó, nagyon szépen köszönöm. Most Julika Dága, melyek azok a betegségek általában, amivel a leggyakrabban téged megkeresnek az emberek? Hát Magdikám, őszintén elmondom, hogy a legtöbb betegség a izületi gyulladások, a csont megbetegedések, csontritkulás, és nagyon sokan vannak máj, epe, pese, gyógyászati problémák, alvási zavarok, meg ilyen jókedély állapottal is. Egy szóval sok mindennel keresnek. És én valójában úgy vagyok, hogy mindenki elvárja, hogy igenis én készítsem meg a teát. Én meg is készítem, le is főzöm. Ebbe bízok. Tehát végül is ezt talán arra gondolsz, hogy nincs, vagy nem értenek hozzá, akiknek ajánlott, hogy hogy készítsék el, vagy pedig úgy gondolod, hogy az a biztos, amit te csinálsz meg. Hát én valójában nem is bízok, hogy hogy készítik meg, mert ugye van minden tejának egy pontos adagja, és van egy határideje, de viszont az is számít, hogy én valójában szeretettel készítem azt a teját, és az a beteg is, azt szerintem jobban gyógyul. Értem. De egy kicsit talán még éppen egy Luciától jött Erdélyből szintén egy kérdés, hogy ha valaki tisztított vizet használ, akkor is fel kell főzni a vizet a teához? Hát én nem bízok az ilyen tisztított vizekben, mert én kipróbáltam. Felfőztem, és még jobban mondva a víznek több vízköve lett, és durvább, mint a csapvíznek. Én nem bízok azokba a vizekbe. Én egy az egyben én felfőzök minden vizet. Én nem használom, mert ugye elmondtam, én szörpöket is, elmondom, szörpöket is készítek, szirupokat, minden homoktivistől elkezdve mindenféléket, de én viszont azzal tartósítom, hogy azoknak a szörpöknek a vizet én háromszor is felfőzöm, hagyom lehűlni, és mikor lehűl, azt megint letöltöm, megint, és az egy az egybe tartósítsa is a szörpöket, és igazán fertőtlenítve van. Ez a biztos. Értem. Na most, Julikám, hadd kérdezzem egy tőled, hogy általában melyik a korosztály, aki téged felkeres? Lehet, hogy egész kicsi korban is már tudsz javasolni valamilyen betegséghez, esetleg egy gyógyteát az anyukának, vagy éppenséggel ez már inkább a serdülőkortól felfele, és az a felnőtt korig? Kiknek is segíteni általában? Hát én igazán egész kicsi kortól is, de nagy részben, nagy évben felnőttek kéri, de kiskorú gyerekek is, gyerekeknek is kérik az anyukájuk, és persze nekik leírom, elmagyarázom, és többször telefonon is elérhetnek, és én egy olyan esélyt adtam, hogy éjszaka is hívhatnak, bármikor, mert rendelkezésükre állok. És ha kell, el is menjek. Én ha betegről van szó, éjszaka is. Ez biztos, hogy nagyon-nagyon méltányolják ott a környékeden, és annyit hadd kérdezek tőled, ami izgatja nagyon a fantáziámat, hogy végül is te a gyógynövényeket mikor gyűjtöd? Megvan mindegyiknek az ideje, hogy mikor kell begyűjteni, mikor a legkedvezőbb, gondolom ezt az ember már azért kis olvasott felőle, de te, aki tapasztalattal tudsz erről beszélni. Igen, Magdikám, én a gyógynövényeket időbe kell gyűjteni. Mindennek megvan a maga ide. Amit tavasszal kell, vagy májustól júniusig, azt úgy gyűjtöm, megvan egy időszak is, hogy napos idő legyen, vagy na most mi? Igen. Értem, hogy napos idő legyen, száraz idő, és a legjobb 2 órától 4 óráig szedni a gyógynövényeket. Valamit persze tavasszal korán gyűjtünk. Én amivel kezdem a gyógynövényeket tavasszal korán, a medvehagyma. Meg a Máknál van a fehér fűszakérek, zöldfakérek, fakérek, amiket ezeket a kérgeket nyugatásnak használom, meg a többi gyógynövényt igazán én öveszedem, mindegyiknek megvan a határideje, hogy ettől például a diófa levelet májustól augusztusig lehet gyűjteni, a cickafarkot is, hogy ahogy kezd nyílni, az augusztusig lehet gyűjteni, és azért ápoltan kell szedni is tisztedényekben, még mindig szép pusharakot viszek, ollóval vágom, ne bántsuk a természetet sem. Nem szabad tönkretenni a természetet.
Így van. És ezt máshol is olvassa az ember, és ezt egy tapasztalt emberbe, aki ezzel foglalkozik, még jobb hallgatni. Na most, Julika Drága, egy pár darab fotót én feltettem ide, és ezeket megmutatjuk a vendégeknek, és megkérem azt, hogy beszélj pár mondatot róluk. Jó. Kérem, kérek. Itt a medvehagymát szedem. Bent a Hargitában, ez gagy keresztény. Hargita megyébe gagy keresztény. Ez a medvehagyma gyűjtés, ez még márciusban volt, ez év. Ez a mezőtermi oregano van itt benne, nagy részben, ami nagyon jó fertőtlenítő. Az oregano, ez nagyon sokféle betegségnek jó, mert más néven elnevezik, hogy jobban mondva a kifejezve, szurok fűnek is. Lila gyönyörű virágzata van, a levelét használják, mint kispaszta készítéseknek, még nagyon jó mintaízű levele van. Meg pizzákra, ételekre, húsokra. Itt az én saját oregano, ez a zsája. Saját termesztésem a zsája, mert zsája is többféle van, az biztos mindenki tudja. Még most is lehet szedni, télen is lehet szedni. Ez évelő növény. Nagyon jó az is. Egy vendégünk idejére, hogy a legjobb hányféle gyógynövényt használ? Teákon kívül miket készít még? A teákon kívül még én sok mindent készítek, mert készítek a gyógynövényekből szeszes kivonatot, alkoholos kivonatot, tinktúrákat, úgy belsőleg használni, mint külsőleg sebekre is készítek, mint vérehullófecskefű, lázásúti fű, meg útilapi. Nagyon sokat lehet ide is sorolni. Ez a homoktő. Nálunk ez megterem dunvidékeken, egyeken augusztustól lehet gyűjteni. Még most is van nálunk gyűjthető. Egész mondhatom, amíg lefagy az idő. Tehát ez nagyon jó immunrendszer erősítő. Ez egy energia, vitamin bomba, gyomorfekélyeseknek nagyon jó. Egyszerűen a bél, a gyomornak nagyon jó. Akinek epe problémája van, azt ajánlom, a homoktövisnek is van egy olyan receptje, epe hólyaggyulladás, vagy cukorbetegek, hasnyálmirigy gyulladása nem szabad. Ezt minden esetre ki kell kérni a véleményt, nem úgy működik, hogy most elmenjünk homoktövis szedni, és mindenki jösszön. Nem. Mindenki nem ihat. Julika Dága, hadd kérdezzem a homoktövéssel kapcsolatban, hogy az ember itt az úton, út mellett, városban, parkokban lát homoktövést, és vajon azok szintén felhasználhatók, vagy pedig csak azok díszcserjék szerinted? Nem. Vannak városon, parkokban díszcserjék. Úttak mellett vannak rendes homoktövisek, de azt sose szabad szedni. Én nézem mindig, nagyon magas hegyekre menjünk homoktövis szedni, sajnos most a képeket azt nem tettem, de fel fogom tenni, és védett helyeken, magas feszültség alatt ne legyen, poros helyet ne legyen. Nagyon-nagyon védett, tiszta helyen kell szedni, nagyon óvatosan kell vele elbánni a homoktövissel, mert nagyon hamar romlik. Óvatosan oda kell figyelni a készítéséhez. A homoktövis nem szörpnek lehet használni, vízbe tenni lehet a homoktövis. Ugyan mézzel is vegyíteni, de szemesen is lehet vegyíteni az üvegbe. Egyrend ezt össze kell kerelni, és persze hűtőbe tárolva fogyasztani, mert hamar felfő. Ezért jeleztem, hogy nagyon kényes a homok. Ez egy vitamin. Kérem. Még így látványnak is gyönyörű. Hát, ugye meg lehet szárítani is, meg májbetegeknek, májcirózisnak lehet gyersen szemeket bevenni, megvan, hogy hány napig, egy naponta 6-7 szemet, és nagyon jó beváltozik. Plusz a homoktövis, hogyha szedi szemesen, van egy jó tejakészítmény, a kékatánkóról, meg az aranyvessző fűteja, ami nagyon-nagyon jó hatásos a májbetegeknek, a májcirózisnak. Na most, kedves vendégek, annyit, hogy én már Júlikával nagyon sokat beszélgettem, és mindig jegyzetelek. Lehet, hogy ti is úgy vagytok vele, hogy egy-két gondolat az, amit úgy jó tőle leírni, mert nagyon-nagyon tapasztalatból beszél, és megéri ezeket a dolgokat. Én is nagyon sok tanácsot kaptam már tőle. Akkor menjünk tovább. Itt a gyógynövényeket, hogy tárolom, vászon, kis netszekben van, szárítva gondosan,
Itt tárolom el télire, és most újonnan, most amikor például valaki kéri egy teát, vagy megrendeli, persze papírzacskókba teszem, ugyantasakokba, bocsánat, nem értik így, papírtasakokba címkézem, ráírom, minek jó, hat anyagot, mető meddig fogyassza, megvan, mint például a cickafaloknak is, egy 6-7-es jókóra. Nem lehet minden nap mindent egybeszedni, mindennek megvan egy maga saját tulajdonsága, a betegségek szerint. Gondolom, hogy elég jó bőven elégítettem a szavakat, nem? Igen, és arra gondoltam, éppen a ciszka farka, jól emlékszem, mert nőgyógyászati problémáknál is nagyon sokat segít. Hát a cicka farok, igen, én a cicka farokhoz teát a gyógyászati problémáknál ajánlom, ami nagyon beválik, lófarokkal vegyíteni, meg egy készet tejába, mikor ezt lefonázta, hagyja hűteni, és mikor kiült a teja, egy kanál jó eredeti vegyes mézet, és egy kanál donát fahajat tenni. Ez nagyon megfelel nőgyógyászati problémáknak. Jó, Eredeti kezd. vegyes. Meg az akác, uratavasszal és a bodzavirág. Hát az akácot én használom persze légúti megbetegedéseknek. Ezekből is finom szőrtüket készítek. A bodzavirág ugye meghűlésre, meg mikor a légúttak tágulásának is nagyon jó. A légcsihurutnál nagyon beválik, és szőrtöknek is egész évre használni. Nagyon-nagyon hasznos gyógynövény. Úgy mézet is lehet készíteni akácvirágból, lehet ezt adagolni, vagy a fenyőszirupot kombinálom, én is abban mindenfélét beleteszek, lehet, hogy az nincsen külön feltéve a fenyőn, biztos. Itt meg az orbáncfű van, és vegyesen az oregánóval. Ez a sárga orbáncfű, amit van a kosárban, persze ez májnak, kiváló nyugtató. Ebből is lehet készíteni illóolajakat, mint mindjárt hangsúlyozom. Ugyanúgy illóolajakat készítek. Igen, tehát akkor végül is akkor nem csak teákkal foglalkozol, tinktúrákkal, hanem illóolajakkal is. Igen, mint például mentát összeérelem, olívaolajjal, persze a legfinomabb, kifinomított olívaolajjal, meg a citromfüvet, az orbáncfüvet, levendulát, rózsát, mindent lehet. Csak ezeknek is határideje. Annyit hagyj kérdezzek tőled, hogy manapság erős stresszes világban élünk. Legalább Igen. igaz, hogy van többfajta stressz is, de általában aki nem szeretne gyógyszert szedni, hanem azt mondja, hogy inkább én gyógynövényt fogyasztok ahhoz, hogy kiegyensúlyozott legyek, nyugodt legyek, melyiket javaslod? Én javasolnám az orbáncfűteját, zsáját, a citromfüvet, és hát még van ehhez, ami társulható, például a valériána, vagy a macskagyökérteját ezekkel társítva. Egy nagyon jó nyugtató. Igen, és Nagyon jó. viszont ha azt szeretném tőled kérdezni, ha azt mondja valaki, hogy eléggé letargikus vagyok, nem fog annyira az agyam, nem tudok annyira tanulni, nem tudok megjegyezni dolgokat, akkor viszont mit javasolnál? Hát én akkor javasolnám a diófogyasztását. A dióbér fogyasztását, ami nagyon jó agyfunkció javító. Ez És azon visszaadja kívül? az emlékező képességet, és jól tud koncentrálni a mindennapos munkára. Minden esetre a pihenés keresztül saját magamon is tapasztalom. Jó növények is vannak persze, egy jó menta, az felfrissít. Citromfű szintén felfrissít. Julika, kérdez, azt kérdezi az egyik kolléganőnk, hogy súlyos alvás problémákra mit lehet használni? Nagyon súlyos alvás problémákkal. Hát ugyanezeket a gyógynövények mellé én jó magam is szedem minden este a mákot. Egy jó kanál mákot, ami megfelel a csontritkulásnak is nagyon jó. Még ezen kívül nagyon sokféle betegségnek jó a mák. Erre mit tudnál mondani a mákra vonatkozóan? Mákra vonatkozóan ennyit mondhatok, hogy például én ajánlom, mint gyógymasszőr is, a betegeimnek, mert nagyon jó a csontritkulásnak a nőknek a változó kor elhagyása után, meg a csontbetegeknek, mert ezt viszont kell társítani a
egy nap, minden nap egy kávéskanál szezámmagot, ami a szezámmag tartsa a szervezetben a 100%-os kálcium szintet. És a mák, és ezekkel társítva persze a szőlőmagot őrlemése hagynám ki, mert abban is van, ami védi a csontokat, az ízületeket, erősíti a szervezetet, és csodagyógyító. Jó, Julikán, köszönöm szépen, akkor megyünk tovább még egy kicsit. Hát itt ebben a kosárban lehet látni a cicka karteját, a ringot, a kék ringot, ami nagyon jó köhögéscsillapító, bélgyulladásnak, meg a légcsőnek nagyon jó, a cickafarok szintén gyulladáscsökkentő, ebből lehet ugye készíteni fülbe is, olajjal elegenteni fülcseppet, és van a fehér vadmúrok is közötte, én már tudom, lehet, hogy nem tudják kiválasztani a közönségek közül, a fehér vadmúrok virág, azt én szoktam tenni, a fenyőszirupba vegyesen, ami feloldja a mell hártyáról a letapadt nyálkahártyát, ugyanis megköpteti a betegek. Mert ha még a vírus ott van a mellhártyán, addig minden esetre a beteg nem gyógyul, mert az irritálja. A vírus ott telepszik meg, ahol van a legtöbb melegség. Tehát akkor végül is megfázásnál oda kell figyelni alaposan, és akkor persze, ezeket... megfázásnál, igen, persze, idult megfázásnál, torokgyulladásnál, ménhártyagyulladásnál nagyon beválik. Most annyit szeretnék tőled megkérdezni, hogy például, hogyha valaki azt mondja, hogy ízületi gyulladással küzdik, akkor abban az esetben például te csak teát javasolsz, vagy pedig vannak olyan készítmények, amiben például borogatást, hogy megtehetnénk. Jó, hát persze, ebben az esetben nem csak hasonló. Van a például a fűszfakéreg, amit lehet inni is, kortyolgatni, nagyon jó gyulladást csökkenti az ízületeknek, mert sok szulfamidot tartalmaz, és persze borogatást is. Borogatást is a fájdalmas részekre. Ezt mondhatom, hogy szármagból is lehet készíteni. Többféle gyógynövény lehet, mint a cickafarkot, ezeket a gyógynövényeket össze kell darálni, egy zacskóba tenni, egy vászonba, feltenni a csapra, a víz folyjon rá, és ebben jó sorsfürdőt vegyesen a gyógynövényekkel. Nagyon meg. Jó, köszönöm szépen. Csak most úgy hirtelen eszembe jutott, hogy nem mondom, csak, nem csak teát akkor, hanem a borogatás is azt hiszem, hogy akkor ez hozzásegíti. Igen. Itt a szőlőmag van, a fekete, ugyan a kék szőlőmag. Itt szárítás történik, nagyon kényesen kell ezzel dolgozni, sokat kell szárítani, melegbe, lerben nem szabad, csak is szabad levegőn forgatni, és miután megszáradt, én is csak is dobozokba tárolom, ott is meghagyom a szellőző lehetőséget, és akkor darálom le. Mikor kérik a beteget, nagy a kérés ebből nekem, sokan most, és nagyon jó visszajelzések vannak még Magyarországról, Magyarországon túlról is, daganatos megbetegedések, ciszták, miomák felszívódása, még ezen kívül többet lehet ide sorolni. Mindig előre nem darálom le, csak akkor, mikor kéri a beteg, nem szabad ledonálni, mert persze olajos. Kicsapódik az olaj. Lehet vegyíteni. Van, aki vegyíti szezámmaggal, fahajjal nagyon jó vegyíteni a szőlőmagőrleményt bedonálva. A fahajnak is nagyon sok jó tulajdonsága van. Ezt az zöld fahéjra gondolsz? Igen. És persze az adagja minden este, én minden este beveszem. Egy jó bő kávicskonál, ami 3-4-5 gramig lehet. Egy jó bő pohár sima vízzel. Vagy aki nem tudja lenyelni például vízzel, azt lehet tenni jogurtba, pudingba, gyerekeknek is lehet tenni bármilyen süteménybe, kenyérbe, nagyon sok mindenbe lehet használni. Meg a szépítőszereknél is megemlíteném a szőlőmagőrleményt. Arcpakolásnak nagyon jó beválni. De Julika, és mikor jutottál arra a pontra, amikor azt mondtad, hogy nem csak magadnak és a családodnak, hanem másoknak is készítesz? Hát Magdikám, én őszintén nagyon jó kérdéssel mondom, ez a szőlőmag gyűjtése nekem valóban egy nagyon-nagyon beteg kislány
betegségéről volt szó, itt Romániában, és az anyukája jött hozzám, hogy na mit tegyen, sírt, mert a lánya beteg. Eszembe jutott, hogy én olvastam valahol a szőlőmagot, milyen jótékony hatásai vannak. És ez lehetett pont karácsony előtt, advent első vasárnapján volt, sose felejtem, mert most 3 éve múlt, és a szomszéd kertében úgy, hogy kipréselték ezt a szőlőmagot, egy az egybe le volt téve, és én láttam, annak nincs bántódása, nem volt fagy, nagyon jó, meleg idő volt, elmentünk a férjemmel, mert jött a szomszédasszony, kiszedtük, mostuk egész nap, de nagyon sokat kell mosni, citára tettük, megszállítottuk, és persze elküldtük neki, anyukája feltette postára, mert neki volt ciszta a mellé. Volt mammográfia vizsgálatra, és persze kimutatta, hogy van. Nagyon el voltak keseredve. Egy-két hónapos fogyasztása után nagyon jó eredmények voltak. Megjövő a kislánynak is, azóta is jól van, hála Istennek, nincs semmi. De fogyasztója minden nap. Ezek a fantasztikus jó visszajelzések. Ugye az embernek, mikor azt mondják, hogy nem hiába dolgozom, nem hiába próbálok embereknek segíteni, illetve segítek embereknek, hanem amikor a visszajelzések jönnek, talán azok a legjobbak, ugye? Ja, igen. Hát például Magyarországról is jöttek haza most egy hónapja, nőgyógyászati problémákkal voltak, meg koleszterin szinttel, cukorral itt is nagyon sokan, de én ajánlom mindenkinek, mikor neki fogna szőlőmag őrlemény fogyasztásának, akkor csináltasson azelőtt egy laborvizsgálatot, és 2 hónap után újból egy laborvizsgálatot, ami igazán bizonyítsa, hogy milyen nagy a gyógyul. 2 hónap után. Hát milyen hatása van? Milyen hatása van, ez biztos. Ez egy csodálatos. Nem is tudom kifejezni a hatását valóban. Most Gyurika, van, aki kedves. Azt mondja, hogy enélkül nem is tudna élni. Úgy megszokta a szőlőmag fogyasztását, hogy egyszerűen nem képzel el az életet. Az igazság az, hogy egyre többen nyilatkoznak erről, különböző blogokat olvasok én is a szőlőmagnak a gyógyító hatásáról, de az szeretném tőled megkérdezni, hogy különböző webáruházakban is hallottam ezeket vásárolni, illetve forgalmazni. Én azt hiszem, hogy engem jobban megfog az, hogyha így egy szemtől szembe valakitől vásárolom, aki saját maga dolgozza, feltisztítja, és hát valahogy talán a hatásfoka is jobb, legalábbis csak én gondolom, hogy lehet, hogy nem megy át annyi kézen a tisztítása, annyi a különböző ipari folyamaton, mint ahogy hogy mint nálad, aki sokkal egyszerűbben készíted el. Hát a ebbe. Igen, ebbe igazad van, mert én ezt én is így ajánlom, mert én nem szeretném leszakosítani a feldolgozó nagy privát üzemeket vagy gyártókat, de viszont amit mi megszedünk gondosan és tisztán teszem egy kosárba, nájlonnal alól kibérelve, és kárba tisztán tesszük és megmossuk. És én tudom, hogy azt én hogy mostam, védtem, hogy még egy semmi lepke se szálljon rá. Nagyon gondosan szárítom, meg anyaggal is mossuk, és szárításra nagyon oda kell figyelni, hogy ne megrepüljön rá szőr ez az udvaron, állatszőrök meg ez az, de az nagyon nehezen lehet észrevenni. Én mégis csak is abba bízok, amit én megszedem, előkészítem, meg dorálni, azért nem jó előre, mert megavasodik. De én, ha megdorálom, elküldöm neked most, 2 hónap múlva, ha tartod úgy, egy zárt edénybe, az biztos megavasod. De mindenkinek ezt ajánlom, hogy a szőlőmag őrleményt, mikor megdorálva a beteg odaér a fogyasztásához, zárt edénybe kell tenni, gondosan, száraz felé. Értem. Nagyon gondos. Gyurika drága, mondtad, hogy masszázzal is foglalkozol, tehát jársz emberekhez, és nekik viszont így segítesz az egészségüket egy kicsit helyrehozni, vagy éppenséggel javítani, hogy masszázzal foglalkozol. Mi volt nálad előbb, a masszázs, vagy pedig az, hogy a természetes gyógymódokat választod? Nekem előbb a természetes gyógymódok voltak, és utána egybeolvadott a masszázs, és most itt teljesen egybeolvadott nekem a természet, a masszázs, meg a gyógynövények, a szörpük, a betegek, lelkiállapota, minden egybe van nekem most. Nagyon odafigyelek.
És a masszázs persze igénylik, kedvelnek, mert én mindenkihez úgy menjek, hogy én nem egy idegen vagyok. Mintha mindig jártam volna, amikor először belépek azon az ajtón. Mintha mindig ott jártam volna, kedves tudok lenni, mosolyt, az úton is, mikor menjek, elég, ha egyet értek, az már felkapja azt a beteget, és igazán nagyon kedvelnek, és odaállok minden esetre. Egyszer kihallgatom a beteget, hallgatom szépen, elbeszélgetünk, nem feszülten, legyen az a beteg egy laza, ne idegeskedjék, mondja el a panaszit. Van akinek el a masszáz, arra van szüksége, de viszont van lelki állapot. Én masszázs közben el is beszélgetek a beteggel végig, jó harmóniát adok neki, majd felteszek egy jó relax zenét, és minden esetre nagyon ráérzek, hogy ki hogy reagál a kezelésekre. Tehát a visszajelzések, hogy milyenek, ugye? Igen, a visszajelzések is nagyon jók. Most annyit hadd Vállalom. kérdezzek tőled, hogyha valakit, tehát valaki először, tehát erre szokták azt mondani, hogy mi volt az előbb, a tojás vagy a tyúk, hogy akkor, amikor valakit masszázsal kezelsz, és utána előfordult az, hogy ajánlottál neki vagy a gyógynövénykészítményeket, vagy éppen ez fordítva is előfordulhatott. Hát ez nagyjából így van, hogy mindenki kéri a gyógynövényeket. Aki kéri a masszást, mert tudják, hogy én gyógynövényekkel is foglalkozok, évek óta is ismernek, nagyon igénylik. Nagyon igénylik a emésztésre, májra, vesére, iszonyagra. Egyszerűen közérzet javítónak, például a tüdőnek nagy receptet ajánlottam, amit nagyon sok idős, ilyen 55 év, 60 korig el, nagyon sokan elkészítették, elmondhatom, 15 darab házi tojás, ami nagyon jó a nőknek a tojáshoz is, és ezt még kérték tőlem külföldre, elküldtem, nagyon megköszönték, hogy hatásos volt. 15 darab házi tojás, ez egy ősi, nagyon ősi, hagyományos recept. A 15 darab házi tojást jól meg kell alaposan most, meg kell törülgetni. Ezt bele kell tenni egy 8 literes üvegbe. 2 kiló citromlevét kipréseljük, de minden esetre a citromot is nem azt a nagy nagyot használjuk, hanem azt az eredeti kisebb citromot. Lehet zöld is, de minden esetre meghántva legyen a citrom, ezt jelzem, mert a citromban nagyon sok méreganyag be van permetezve. És Jézsika, a citromlevét bocsánat, le. egy pillanatra, Rá, bocsánat. csak akkor, hogy tessék. Kicsit lassabban légy olyan kedves, mert lehet, hogy van, aki esetleg ezt jegyzetelni is. Jó. Akkor még egyszer elmondom újból. 15 darab házi tojás. Jól legyen megmosva, megtörülve. Ezt a 15 darab házi tojást bele kell tenni egy 8, lehet 10 literes üveg is. De 8 literes azért ajánlom megfelelőnek, mert hogy tudja ellepni az a citromlé a tojásokat. 2 kiló citromnak a levét ki kell csavarni gyümölcsszorító présen, azt rá kell önteni a tojásra. Na ezt érelni kell addig, fedő alatt, minden esetre betenni hűtőbe vagy kamarába, ahol jó hideg, amíg a citromlé szétmarja a tojásnak a tojást is. Marad az az egész pici vékony hártyája, a tojás tartója. És utána 1 liter hiteles konyak, nem akármilyen, a rendes hiteles konyak, 1 kiló házi méz. Mikor ez a citrom elrágta a tojásokat, az 1 liter konyakkal átkezd passzírozni egy szitán, a citromot öntsük rá, erre összeírt tojásos meg a citromleves adagra. És ilyen, egy ilyen pépes, mit tudom, mi lesz a tojás, hogy az mind fent fog maradni, és akkor azzal a konyakkal jól, igen, átmossuk, átbörzsöljük egy szitán, egy tiszta fokon áll, utána pedig 1 kiló mézzel össze kell vegyíteni. Ez nagyon megfelel a tüdő betegek, asztmás betegeknek, akik bányába dolgoztak, szilikózis kaptak, nagyon beválik, vagy víz volt a tüdején. Ezek mind nagyon-nagyon bevált régi hagyományos kezelés. Nem szépen. Biztos, hogy hasznos ez is valakinek, esetleg a feljegyzetére vagy lejegyzetére az ember. És manapság, mikor az ember azt mondja, hogy szinte a gyógyszereket annyira mellőzni akarja, éppenséggel a nagyon sok mellékhatás miatt, én is átálltam már évek óta eléggé a
az egészséges életmóddal kapcsolatos dolgoknak, tehát olyan értelemben mondom, hogy inkább homeopátiával, vagy éppenséggel természetes gyógynövényekből készült készítményeket fogyasztunk mi is. És akkor, amikor az ember manapság valóban úgy van, hogy nem nagyon szeret orvoshoz menni senki sem. De ha azt mondja, hogy eljut egy ilyen hölgyhez, mint amilyen te is vagy, vagy bárkihez, aki gyógynövényekkel foglalkozik, vagy éppen szépen együttesen masszázsal is, az inkább választja, én azt hiszem, ezt a fajta gyógymódot, mint az, hogy inkább orvost keressen fel. Természetesen akkor, amikor szükséges, akkor őt is fel kell keresni, mert a ketté nem zárja ki egymást, igaz? Ez így van. A gyógynövények is nagyon jók, de mikor orvosi kezelésről van szó, vagy orvos beavatkozás, az persze ki nem hagyhat. Házi orvoshoz kell fordulni, ezt jól tudni, és kell tudni. Kell tartani a kapcsolatot, persze, mindenki az orvossával. Csulika, velük is akkor azt lehet mondani, hogy ez a természetes gyógymód, amivel te is foglalkozol, és segítesz embereknek az egészségüket újra visszanyerni, akkor ez az orvosi kezelések mellett kiegészítéseként alkalmazható, igaz? Magdikám nagy részben, igen, mert fordultak olyan betegek is hozzám, hogy például nagyon erős antibiotikumokat szedtek, nem jöttek helyre, és valójában ezek a természetes gyógynövények, mert nagyon hasznosak voltak, meggyógyultak, mert volt olyan visszajelzés, hogy 2-3 csoport tej a fogyasztása után nagyon jó visszajelzés volt, és van is. És Julika, a természet elajánlja a saját magát. Igen, csak meg kell találni a módját, ugye? Hát így van, így van. Minden megvan adva a természetben. Mi kell menjünk a természetet? Ő nem jön hozzá. Julika drága, azt szeretném, egy vendégünk azt kérdezi, viszél problémákra mit ajánlasz? A viszél problémákra nagyon jó. Most például a gesztenye most jelenleg van. Ott gesztenye. És a szőlőmagfogyasztását ajánlanám azért, mert a viszereknél ugye vannak értágulások, érkipattanások, az alvat, vérgátlás, a szőlőmag öllemény nagyon megfelel, mert megakadályozza, meg az alvat, vért folyamatosan tünet nélkül eloszlassa, és az érfalakat erősíti. Julika, a vadgesztenyével kapcsolatban hogy javasolnád, hogy használjuk? Hát azt minden esetre fel kell cikkelni, át kell egy zselét egyszer, vannak ilyen ételzselék, azt fel kell főzni, és össze kell vele kavarni, megvan a receptje, hogy mennyi ideig, hány percet, és ezzel így kell készíteni. Meg lehet tenni más pakolást is, például a zsúrlót. Leforrázva a beteg test részre, és jól bekenni vele. De zsúrló teával, gondolod, az agbebonyítva? Igen, vagy a fehér fűszva kéreggel is, ezt le kell forrázni. Épp egy kicsit jobban mondom, fel is kell lobbantani, mert a fűszva kéreg annyira nem tud átázni egy forrázásra. Amiben nagyon sok szalicil, lázcsillapító, fájdalomcsillapító, értágító hatása van, és ezt persze márciusban szoktam szedni, a fehér fűszva kérget, amíg a nedve nem jön meg. Ez is nagyon meg. Most Julika drága, annyira szép dolgot, annyira és hasznos dolgot elmondtál, hogy te Erdélyben élsz, Romániában, hogy keresnek téged az országhatáron kívülről is, mert például itt van ugyan, hogy Magyarországra is kereshetünk téged, vagy éppenséggel Szerbiából, vagy bárhonnan, itt a kollégáim is itt vannak már vendégként, ők hogy érhetnek el téged? Hát minden esetre az e-mail címem után és Skype-on. Én így helyesen. Így helyesen, mert nyíltan egy az egybe van, aki nem is gyógynövény érdekből ír, hanem más célból. Igen. Na most, Julika drága, még annyit hadd kérdezzek meg tőled, hogy ha például azt mondja valaki, hogy krónikus vese problémával találkozott például, vagy küzdködik, és mondjuk teszentel akár, hogy tehát nem jól működik az egyik tese, mondjuk a másik már is kevésbé, ott is vannak problémák. Például a vesére mit javasolsz? A vesére én javasolnám, Magdika, ez szigorán betartva, cickafarteját, a lófarok és a nyírfal levél teját. Hát ezekhez mi sajnos lehet társítani a borsika, fenyőnek a bogyóját is,
olyan szemcsék vannak a borsikának, mint hasonló a rendes borshoz, de viszont én a cickafarok, a lófarok, a nyírfa levéltája, a mézzel, a fahajjal így ajánlanám a krónikus vesebetegeknek. De viszont, hogyha van apró homokkő is, van ennek még egy jobb teája, a farkas almafalapinak van egy olyan szúros bogyói, amit én most szedtem meg a 3 hete. Annak a szúros bogyói levelét egyáltalán nem szabad beletenni, mert a levelét teszik például, mint gabonákba rovarírtószerként, egy nagyon jó fertőtlenítőszer, és láb gomba ellen is nagyon jó kezelni a leveléből a főzet, de viszont ez a szúros kis bogyói a farkasalmafalapinak a vesehomokot kipucolja a veséből, és a köveket egyszerűen feloldja. És ajánlanám ebbe tenni olívaolajcseppet, ebbe a tejába, mivel férfiaknál kényesebb a vesekő vagy homok eltávolása, mint a nőknél. Ugyanúgy a májbetegeknél is egy erős mentateja vagy citromfű gölcs esetén, máj gölcs esetén, ott is ajánlom a olívaolaj cseppet tenni egy csészébe, 2-3 csepp. Nagyon szépen köszönöm. Julika Nága, én nagyon-nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, és erre nagy rengeteg hasznos dolgot mondtál el, és remélem, hogy akik itt a vendégek is itt vannak, hogy nagyon sok hasznos dolgot hallottak. Most felvétel készül erről a fórumról szintén, a kollégám majd kiteszi a YouTube-ra, és az elérhetőséged, és ott lesz e-mail címe, Skype cím, bárkinek valami kérdése lesz Julikától, meg tudja keresni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Julika, neked köszönöm még egyszer, hogy eljöttél hozzánk. További szép estét kívánok. Köszönöm szépen. Köszönöm a kívást mindenkinek, jó egészséget.